Rock and Ride. Rockzenei magazin. A műsorvezető Dór Zoltán. A stúdiónk vendége továbbra is a Deviant, és Ince László, illetve Pozojevics Miklós ül itt velem szemben. Beszélgettünk a zene alatt is nagyon sok mindenről, abban most nem avatjuk bele a hallgatókat, nagyon sok minden érdekes dolgot megtudtuk, ami ugye nem kerül adásba. Nem véletlenül. Viszont arról beszélgessünk, hogy hogy emlékeztek vissza az első koncertre, mennyire határozta meg a zenekarnak a sorsát, vagy pecsételte meg a baráti társaságnak a sorsát, hogy ezt most már tovább kell vinni. Az első koncertünk az nagyon jól végződött. Ez a Szeghalmi Stone klubban történt. Szomszéd település. Igazából igen. Ismertek minket már korábban. De a Füzes gyarmat valahol, és akkor úgy van Szeghala. Igen, a Szeghalom egyből, igen, egyből utána. 10 kilométer körülbelül. Igen, ott egy, van egy rockklub, ahova sűrűn mennek amatőr zenekarok játszani, vannak rockestek, nem tudom. Egy időben eltűnt ez, akkor ment a diszkó orvérzésig, aztán most így van ez is, meg az is. Tehát most kezdett egy kicsit így visszajönni ez az egész. Hál' Istennek. Igen. Hál' Istennek, és csináltunk ott egy bulit, és az első koncertünk volt ebből a felállásban, minden baromi jól sikerült, hál' Istennek. Akkor még Jenő csak egy vendégzenész volt, egy két feldolgozás számban. Elkértük, igen, mert akkor az első két számunkat csak instrumentálisan adtuk elő, de akkor is már rúgták a port a közönség azért. Szerencsénk volt, ismerősök voltak meg. Szerintem az is benne volt már, hogy nagyon régen volt már rockból, és kellett egy ilyen. Ki voltak rá éhezve. De nekünk is nagyon jó esett, mert nagyon nagy pluszt adott arra, hogy ez tök jó, azért csak megéri. Nekem az első komoly koncertem volt ez a koncert, és azért mikor így láttam a közönség reakcióját a saját számainkra, az egy kicsit úgy magamban, hogy... Plusz az megadta mindenkinek. Az biztos. Egyértelműen. Ügyetlenek voltunk most így visszanézve, most se vagyunk sem, tehát egyáltalán nem vagyunk profik, mi mindig bénák vagyunk, de akkor tehát látjuk a fejlődést, ez a lényeg, hogy látjuk magunkban is, azért alakul, az fejlődünk egy kicsit magunkhoz képest. Jó, viszont manapság egy zenekarnak kevés az, hogy játszik, valamennyire használnia kell az internet világát. Ti hogy vagytok ezzel? Mennyire veszitek kézbe saját sorsotokat? Azaz például a zenekarnak van egy saját honlapja. Igen. Igen, van saját honlapja. Elég sűrű használjuk az internetet, egymást, már mint egymás felé is, tehát hogy így érezünk. Elérhetőség. Nem mindenki van itthon, van, aki Pesten, valaki értem. Szóval ezen keresztül tartjuk a kapcsolatot. A rajongók is megtalálnak itt? Tehát például van ezen az oldalon fórum, hogy van, írjanak nektek, vagy gyerekek, dobjatok már egy lemezt. Van vendégkönyvünk a saját weboldalon, de nem valami aktív. Tehát pár barátunk kirogat, mi visszairogatunk. Jó, hát most még hát, azért lehet. Azért kaptunk már visszajelzéseket a vendégkönyvben. Például itt voltunk a Budapesten Tehetségkutatón, és akkor is írtak nekünk már másnap reggelre, hogy nagyon jó buli volt, tök jó, érezte magát, és akkor már mondta, hogy van egy plusz rajongunk. Hát ennek nagyon örültünk. Nem értünk helyezés sem, tehát nem kaptunk igazából meg teljesen semmit, idegenek voltunk. Játszottunk egy olyan helyre, ahol azt tudták, hogy kik vagyunk. Uh-huh. És valaki azt mondta, hogy tök jó. Hát ugye általában a tehetségkutatóknak is pont az a lényege, hogy sokszor olyan zenekarok jutnak oda el, akiket nem nagyon ismernek, és pont is ez lenne a célja egyébként. Mi a honlapotok címe? Akkor most már megkérdezem, ha már így ki kellett húzni belőletek. deviantmusic.hu. Ezen az oldalon lehet megtalálni a demónkat is, le lehet tölteni, vendégkönyvbe lehet nyugodtan írogatni. További címeink is rajta vannak. És a koncertdátumok is fent vannak. A legelsőtől a legutolsó. Mostanában mentek valahova fellépni? Igen, igen, májusban megyünk, 27-én megyünk Salgótarjánba. Ott a Subscribe előzenekarra leszünk. Tehát lesz jó, hát akkor illusztrisan. Ez egy nagyon jó, ez egy nagyon jó lehetőség lesz. Ez, ha minden jól sikerül, akkor nagyon jó buli lesz, tehát reméljük nem jön közben semmi. 28-án rá másnapra szombaton Szegedre utazunk, Club Noir-ba lesz egy koncertünk. Aztán a nyár még egyelőre egy nagy kérdés, még most folynak a szervezések. Apró léptekkel. Igen, még nincsen lekonkretizálva. Állok sorok mindenhol, és nem tudjuk még. Az biztos, hogy júliusban megyünk még egy zentai fesztiválra, ez az első külföldi koncertünk lesz. Nagyon várjuk, az biztos. Nagyon-nagyon izgatottan várunk. Reméljük, hogy jól fog sikerülni. Hogy juttatjátok el a zenéteket a klubokhoz? Itt beszélgetünk, hogy az internet oké, az rendben van, de hát ahhoz, hogy valami klubban lehívjon a titeket, valamilyen kapcsolat kell. Vagy kapcsolat, vagy pedig az anyagot elkülditek, vagy hogy? Hát ez Nagy Lajos apánk intézi általában, azt kell, hogy mondjuk. Tehát ő szokott lemezt küldeni. Lemezt küld. Az interneten azért azt kell, hogy mondjam, hogy rólunk az elég sok minden fönt van. Tehát videók, YouTube-on nagyon sok videót felrakunk magunkról. Hát, meg amiket te csinálsz, koncertajánlókat. Azt is
Közösségi oldalak? Hát használjuk. Leginkább a Facebookot használjuk, mert ez nagyon-nagyon népszerű lett mostanában, is sokan nézik. Úgyhogy szerencsére elég sok emberhez is eljut így a zenénk, meg mi magunk. Koncertszervezés ügyében pedig igazából Lajos kéne megkérdezni, ez az ő kis titka, hogy csinálja ezeket a dolgokat. Ő szokta leszervezni. Ő ügyeskedik. Igen. Hogy is mondták az egyik magyar filmben, buherálja össze, nem buherálja, mi ez, grundolja össze. Igen. Neki már ebben van gyakorlata, úgyhogy. Igen, nem akarjuk tudni elézeteket, Lajos. Hogyan grundolod össze, legyen meg a te titkod. Csak minél több koncert legyen. Jó, álmok, tervek. Már itt pedzegettük, hogy esetleg még ebben az évben nagy album létrejöhessen. Másik sarkalatos pont viszont ez a videóklip. Ugye azt tudjuk, hogy nem a médiának készül. Nem. Elsősorban, igen. Igazából mi videótechnikát tanulunk, foglalkozunk vele, tehát meg tudnánk csinálni, de nem biztos, hogy arra, mint hogyha várunk egy kicsit, és akkor szakemberek által, tehát valahogy normálisan, szépen, igényesen. Mert tudunk mit csinálni, csak nem biztos, hogy olyan lesz. Meg igazából még kiforrott ötletünk sincs rá, hogy milyen. Nem akarunk egy... Vannak alapötletek egyébként. Igen, de próbálunk nem egy sablonklipet csinálni, mert azt tudnánk. De nem is akarjuk túlművészkedni egyébként, nem is akarunk olyan. Egyszerűségre törekszünk, mert sokszor jobb, mint hogyha túlbonyolítjuk. Jól értem én azt, hogy akkor nem akarjátok elkapkodni azért, mert hogyha kiadtok valamilyen klippet a kezetekből, akkor az rányomja a bélyegét a zenekarra. Igen. Ez már egy képet fest az egész zenekarról. Igen. Tehát hogyha már úgy voltunk, hogy ha már lemez elkészítésében annyi pénzt és időt és munkát és mindent beleöltünk amennyit, akkor egy rossz klippel ne roncsuk el. Nagyon jó egyébként a grafikája a borítónak, meg a belső oldalnak, itt látom a képen, ez ki tervezte? Ezt Nagy Lajosnak köszönhető, ő csinálta meg. Ő a webmesterünk is, igazából ő kezeli az internetes portálainkat, ő frissítgeti a blogokat, szóval ez az ő keze munkája, neki köszönhetjük ezt. Arról nem beszéltük viszont, hogy az, hogy mi az elképzelésetek, és hogyan tudtok haladni a munka mellett a zenekarra, hogyan fogadja a család, hogyan fogadják a szülők, hozzátartozók azt, mennyire feszült vagy konfliktusos helyzet van, vagy mennyire állnak mögöttetek, és mondják azt, hogy óvnak titeket ettől a zenei pályától, a farkas törvényektől, a farkasvilágtól, de azért ott vannak mögöttetek és biztatnak. Igen, mondjuk nekem az a szerencsém, hogy a szüleim mellettem állnak, és nincsen az, hogy egy fontos családi esemény az zenekar ügyeibe beleszól, vagy valami. Nem, hát a családi eseményben én nem veszek részt, hanem megyek akkor koncertre. De nem úgy értem, azért olyan pályára indultok, ami tulajdonképpen nem mondhatod azt, hogy na, harmadika van, jön a fizetés, és akkor kifizetjük a számlákat, és amellett meg ugye tényleg jön harmadikán a számla. Igen, meg kell oldani ezt is, és azt is meg. És hát ilyenkor a szülők azért összegörcsölnek egy picikét. Igen. Mi magunk is sokszor. Hát mostan, ahogy telik az idő, spórolás egyfolytában. És egyre nehezebb, azt kell mondjuk, mert mindenki most ért oda, hogy le tudta cserélni a korábbi cuccát egy jobbra. Tehát próbálom mindig magunknak megvenni azt, amivel még jobb lehet a dolog, de emellett még rengeteg mindenre külön pénzt kellene neki eltennünk. Sokszor van olyan, hogy rosszkor jön egy koncert, nehéz, mert tudjuk, hogy el kell mennünk oda pakolni, busz kell bérelni, az egyre drágább, a benzin egyre drágább, szóval nagyon nehéz. Volt, hogy már hát igazából nem kellett lebondanunk bulit, de nagyon necces volt azért az elintézés. Szerencsére támogatnak minket a szüleink, az ismerőseink, tehát tolerálják azt, hogy mi ezt csináljuk. Igyekszenek segíteni nekünk, minden megadni, minden segítséget, amit csak lehet, úgyhogy szerencsére ilyen szemben szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy támogatnak minket még mindig a szülők is ebben az egészben. Nem, nekik se, nem ez a legfontosabb. Ők még, szerintem az én szüleim legalábbis még mindig úgy fogják fel, ez egy hobbi, meg hagyják, ha csinálja a gyerek, majd kinnél vívő, nem tudom, de igyekszünk úgy majd hozzá. Hát, hogyha eddig nem nőtt. Nem tudom, ha ezzel a 4 év alatt nem lesz ebből semmi, akkor már később sem. Ezt pont beszéltük a szünetben is, úgyhogy igyekszünk minden megtenni, hogy valamit elérhessünk ebbe az országban, mert még mindig lenne helyzetben vagyunk, mint Amerikában, ahol 100 millió ilyen zenekar van, és egy baromi nagy kontinens. Viszont, na hát ha már itt tartunk, akkor mennyire nyitott rá
a hallgató közönség, mert azért, ha Amerikáról beszélünk, lehet, hogy ott sokkal nagyobb a zenekari felhozatal, de mondjuk... De könnyebben is meg tudnak élni ott. Hát, vagy legalábbis egy városban mondjuk nem kettő klub van, hanem 200 rockzenei, és ez rockzenei klub. Tehát más a számarány. Így van. Hát ez, amit az imént említettem, ez a pozitívum, ez a másik, amit említettél, ez a negatívum ennek az egésznek, mert Fluorra, SP-re, meg Lagzilajcsira vevő az ország, és azt el lehet adni a rockzenét. Csak azok, akik már 20 éve vagy 10 éve feltörtek, akik pedig most próbálnak felkapaszkodni, azoknak is szerintem iszonyatos nagy munkával jutottak el oda, ahol most Subscribe, Road, nem tudom, sok ilyen több szemek, év vagy. Munkája. Igen. Blind Myself is Amerikába kezdte, és megpróbálta ott is, és nem jött neki annyira szerintem. Mi is azt beszéltük azért, hogy annak a stílusnak, amit most mi is képviselünk, azért nincs olyan nagyon nagy közönsége. Igen. Hanem azért mindig azon, hogy elmegyünk a klubokba, és azért megnéznek, meg tombolnak, de azért nem a zene miatt. Nem százezres tömegről beszélünk, hanem... És nem a zene miatt mennek elsősorban. Igen. Hogy mivel Amerikában egy kicsit azért más, mert ott... A zenét szeretik egyébként az emberek. Nem az olyan buli van a hangulat, amikor hülyére iszunk magunkat, és aztán majd lesz valami, meg volt valami zene is, hanem az, hogy elmegyünk, lesz valami jó zene, és aztán vagy jó zene, vagy rossz zene. A rossz zene tovább válunk, a jó zene, akkor ott maradunk, és akkor ott majd alakul valahogy. Szóval... Megvan mind a kettő, negatív és pozitív is. Jó, beszélgettünk arról, hogy vannak célok kitűzve, akár album, akár majd videóklip, de van-e, és akkor itt személyesen álmotok a zenekarral kapcsolatban, van-e olyan álmotok, azt mondjátok, hogy szeretnétek föllépni X tömeg előtt, vagy egy fesztiválon, egy olyan fesztiválon, ahol X tömeg van, tehát mondjuk, mit tudom, a Rolling Stones előtt zenekar. Most mondtam egy abszolút dolgot. Meg lesznek. Túlélnek minket, biztos. Egyébként a Kiss zenekar halhatatlan, tehát ezt kevesen tudják, soha nem fog eltűnni a Kiss zenekar. Mindig a színpadon lesznek. De fantasztikusabb még most is. Hát ők cserélődnek lefelé, most saját magukat váltják le. Komolyan? Azt nem is tudtam. Ezt nem tudtam. Egy pár éven belül ők a háttérbe irányítani fognak, de Kiss ugyanazzal a sminkkel ott lesz, ugyanazt fogják tolni. Kitalálták rendesen. Kitalálták. Ők projektnek nevezték egyébként már indulástól kezdve a zenekart. Úgyhogy azért van maszk rajtuk. Na, szóval ilyesmi jellegű tervetek, elképzelésetek, álmotok van-e? Nem vagyunk túl nagyra vágyók, én azt... Ilyen nem gondolkodtunk el tulajdonképpen, hogy melyik nagy zenekar elő szeretnénk játszani, vagy mit tudom én. Azért jó, nagyon szeretnénk egy nagy közönség. Hogy nekünk az már szerintem egy nagyon nagy öröm és nagyon nagy álom, hogy most a Subscribe előtt játszhatunk, ha minden igaz hallgatóra, nekünk ez már nagyon jó. De valamikor elmentünk egy nagyobb bulira és egy fesztivál jellegűre is, és nem volt jó a koncert. Viszont otthon egy kis buliban, egy poros kocsmában, vagy egy füstös kis kocsmában, viszont meg állati jó bulit csaptunk. Na, a műsorunk viszont a végéhez ért, úgyhogy én megköszönöm nektek, hogy itt voltatok. Ugyanezt az optimizmust, kitartást és sikert kívánok nektek. Tehát szeretném azt látni, hogy a Deviantól megjelenik az nagy album, a videó, a fesztiválokon ott látom a neveteket, és össze tudunk futni. Köszönjük szépen a meghívást. És hát természetesen én még azt hozzátenem, hogy az összes békésnek kívánom azt, hogy most már álljatok föl, rázzátok meg magatokat, és keltsétek fel vagyunk. A rockzenét. Köszönöm szépen, mai műsorunk vendége volt Ince László, illetve Pozarjevics Miklós, más néven a Deviant zenekar, és ennyi volt a mai Rock'n'Ride. Legközelebb egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt, további jó rádiózást, a viszonthallásra.